Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Ma este először egy beszélgetést láthatnak. Vendégem Burjánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatója volt. Az alkalom pedig nem más, mint hogy a Könyvtárosok Országos Egyesülete Székesfehérváron tartja 51. vándorgyűlését. Mától négy napon át a Gutenberg Galaxis központja Székesfehérvár, hiszen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete mától 5-éig Székesfehérváron rendezi az 51. vándorgyűlését. Tisztettel köszöntöm körünkben Burjánné Tarró Editet, a vendéglátó Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatóját, kezét csókolom. Köszönöm a meghívást. Egy fantasztikus jelmondat hirdeti ezt az esemény, hiteles hely mindenhol mindenkinek. Ez kettősség az én szememben mindenképpen. Egyik oldalról Székesfehérvár a hiteles hely, másik oldalról pedig azt gondolom, hogy a könyvtár nagyon is hiteles hely. Hála Istennek egyre inkább mindenhol és mindenkinek. No, viszont tekintve, hogy ez egy reprezentatív találkozó mindenféle értelemben, azt hiszem, hogy fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi a célja, mi az elsődleges célja egy ilyen találkozónak. Hiszen egyik oldalról megerősítés nyilvánvaló a könyvtáros munkatársaknak, másik oldalról tehát némi visszatekintés, hogy mi minden történt, másik oldalról pedig új célokat fogalmaznak meg, amelyeket értelemszerűen a következő időszakban szeretnének megvalósítani. Tehát így kerek a történet. Milyen erős a könyvtárak szerepe mostanság? Először hadd kérdezzem meg. Miként látják önök szakemberek? Hadd utaljak inkább még vissza a mondatnak az első részére, hogy az, hogy 51. vándorgyűlés, azért ez kifejezi azt, hogy a szakma összetart, erős, igénye van összegzésekre. A vándorgyűlésnek az egyik célja jövőbemutató megfogalmazásokra, iránymutatásra, olyan szakmai beszélgetésekre, amik egyaránt szolgálják a jelen állapotnak az áttekintését, a jövőbe belő ilyen nagy szóval a kivezető utat vagy stratégia keresést. Úgyhogy ez az 51. alkalom, ez megint csak egy ilyen jó közös együttlét és a szakmai programok mellett a tanulás helye is lesz így ez a vándorgyűlés a többi sorában. Ez rendkívüli kihívás mostanság, amikor felgyorsult a világ kellőképpen, az internet egy óriási helyet foglal el a szívünkben, lelkünkben nem, de a gondolataink kellős közepén bizonyosan ott vannak, hiszen a gyors információ áramlás alapvetés a 21. században. Hogy tudja erre versenyt kelni a könyvtár? Hiszen valamilyen választ kell adni erre a kihívásra. És a hiteles hely mellett a hiteles információ az, amit lefed még ez a jelszó, mert hogy hiteles hely mindenhol, az kiindulva abból, hogy Székesfehérváron volt az első hiteles hely, és Székesfehérvár ezt a szerepét mindvégig is a történelem folyamán megőrizte, a könyvtárak is hiteles helyek, hiszen az információ hitelességét ebben az internetes világban nagyon kevés forrás tudja biztosítani, vagy hely, vagy szakember tudja igazolni, hogy az a hír, amit a találati lista első, második, harmadik oldalán az ember még megnéz, azt ő maga nem biztos, hogy el tudja dönteni. A Wikipédia se a hiteles helyek mintapéldája. A könyvtárak így próbálják megőrizni a régi funkciójukat, hogy ebben próbálnak segíteni, hogy aki a könyvtárba bemegy, a polcokról leveszi a könyvet, a könyvtáros segítségével a kérdéseire választ talál, akár a nyomtatott könyvből, akár az adatbázisokból, akár az internetről, megbízhatóan hiteles információkhoz tud még jutni. Úgyhogy itt ebben tudunk segítségére lenni még a diákoknak, a szakembereknek, hogy akik hozzánk fordulnak, mi ebben tudunk segíteni. Ugye itt olvasom az invitálásban, hogy nemzetközileg is jelentős szerepet vállaló szervezetről van szó. Ez annál is inkább fontos, mert a nemzeti kulturális örökségünk megóvása, megőrzése, továbbadása, az kiemelt szerephez jut mostanság. Én azt gondolom, soha nem volt erre nagyobb szükség. Egy ilyen találkozón hogy tudják ezt koordinálni, ezt a feladatot? Szekciókban folyik a szakmai program. Sikerült 12 szekciót megszervezni, szekcióprogramokra nagyon jó előadókat, nagyon jó témákat találni, és a hitelesség
lesz most ebben az évben a hívó szava ennek a vándorgyűlésnek, és ahogy átlapozzuk a programfüzetet, ez a hiteles hely vagy hitelesség majdnem mindegyik szekcióülésnek nem csak a szellemiségében van bent, hanem a címében is, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a jogi szekció hiteles jogi szaktájékoztatás, hiteles hivatalos jogforrások az interneten, de a tudományos szekcióban is egyetemi könyvtárak több, mint hiteles hely, közös hitelesítés. Mindegyik szekcióülésnek valahogy ez megjelenik a céljai között, és reméljük, hogy így az előadások meghallgatása után elindul egy kellemes kis beszélgetés, és megfogalmazódik tényleg ezeknek a lényege. Nyilván az információ áramlás is nagyon fontos, hiszen ma már a könyvtárak elsődleges szerepe nyilván az megmaradt, olvasni jó, mondjuk mi, ugyanakkor tudományos ismeretterjesztő előadások zöme, kiállítások nem különben szegélyezik az önök útját, és azt hiszem, hogy ez így van rendjén. Ebben ezt is megvitatják? Tehát ebben is várható olyan előrelépés, hogy ez általános legyen? Annyira azt hiszem, hogy nem, mert ezek nagyon általános kérdések. Itt tényleg arról van szó, hogy a vándorgyűlés jelmondatához kicsit jobban ragaszkodva mindegyik szekció a saját területén, akár a zenei szekciót, ha a vesszük, a helyismereti szekció, bibliográfiai szekció, a könyvtáros szakma a szakmunkánknak az ő behatárolt területén próbálja ezt az egy témát körüljárni. Tehát ez az elsődleges. Inkább egy kicsit ezek az előadások specifikusabbak a saját érdeklődési területüknek jobban megfelelnek, és nem ezeket a nagy stratégiai kérdéseket. Tehát ezek szakmai kérdések most. Nyilvánvaló. Igen. Melyek azok, amelyek a legfontosabbak most? Hiszen azért itt nézem, hogy itt lesz a Magyar Könyvtársak Egyesülete elnöke természetesen, de képviselteti magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma is értelemszerűen. Aztán, ahogy nézem, itt lesz a Veritas Történetkutató Intézetből Herman Robert barátunk is. Én azt hiszem, hogy nagyon komoly meghívottak merülnek el ebben a témában. Melyek lesznek az alapvetések ezen túl, amit már az imént elmondott? Hozzátenném még azt, hogy ugye a szekcióprogramokon belül folyik a legérdekesebb beszélgetés, előadás, de lesz egy olyan általános programunk is, ez már csütörtökön reggel, inkább így mondom, mert 8:30-kor ezzel kezdjük a szakmai napot, és ott lesz két olyan téma, ami most egy kicsit ellentmondok saját magamnak, de mégis stratégiai kérdésekkel foglalkozik, és nem véletlenül az integritás szemlélet az az egyik előadásnak a címe, és itt elég csak arra gondolni, hogy az állami számvevők széki vizsgálatoktól elkezdve egy csomó olyan probléma felvetődik, ami a könyvtárban eddig egy kicsit talán ez az integritás szemlélet nem honosodott meg. Úgyhogy ez a csütörtök délelőtti úgynevezett kisplenáris ülés előadása, ez az, ami mégis összefogja mindenkit, aki itt van, és az integritás szemlélet az egyik, és itt lesz Sörény Edina, főosztály vezető is az Emmitől, aki pedig az országos könyvtári stratégia tervezéséről fog egy átfogó előadást adni. Úgyhogy ez a két olyan előadás, ami a könyvtárosok teljes palettáját érdekli, mert itt egy községi könyvtáros ugyanúgy itt lesz a vándorgyűlésen, mint egy egyetemi könyvtárban dolgozó, a szakkönyvtárban, KSH-ban, országgyűlési könyvtárban dolgozó könyvtáros ugyanúgy itt lesz, mint a legnagyobb megyei könyvtárakban, városi könyvtárakban dolgozó. Úgyhogy itt azért vannak ezek a szekcióülések, hogy mindenki megtalálja a saját maga könyvtártípusának és speciális szakmai tevékenységének megfelelő előadást, és emellett van ez a kettő délelőtti, és a nyitó plenáris ülésünkön meg hát reméljük, hogy tényleg, hogy Herman Robert lesz a sztár előadó. Ugye a program szerint ez mindig úgy szokott lenni, hogy a nyitó plenáris ülés az a szokásos köszöntők, díjátadókon kívül egy általános, egy kicsit a könyvtáros szellemét is tágabbá
növelő előadás, tavaly a Frany Tamás agykutató tartott előadást Keszthelyen, és itt Herman Robert meg szerintem mindenki nagyon örül, adja magát, hogy hát azért valami köze van Székesfehérvárhoz, az ő előadását mindenki nagyon szereti, és nagyon várjuk, hogy mi lesz itt a nyitó plenárison. Ugye említette, hogy jószerivel a Magyar Könyvtáros Világ valamennyi tagja itt van, a kicsiktől a nagyokig. Mennyire kell figyelni mostanság, így az előadások összeállításánál, mennyire kell figyelni arra, hogy nyilván teljesen más problémáik vannak egy olyan léptékű könyvtárnak, mint a Vörös Marti Mihály könyvtár, a maga 126 évével, ami adott esetben természetesen most nem visszanyúlunk a múltba, de azért egyik oldalról rangot ad, a másik oldalról felelősséget, és egy kicsi faluban lévő kis könyvtárnak. Lehet-e figyelni a programok összeállításánál, hogy ők is tanuljanak, illetve hozzájuk is szóljon egy ilyen konferencia? Hát, ha most elárulom ezt a szervezési technikát, akkor a magunk érdemeit egy kicsit kisebbítem, de az a helyzet, hogy a szekció programok összeállítása az nem a mi felelősségünk volt. Mi házigazdái vagyunk a vándorgyűlésnek, gondoskodunk az ide látogató könyvtárosok szállásáról, étkezéséről, szabadidős programjairól, kulturális programjairól, de a szekció előadásainak, a programjainak az összeállítását az adott szekció végzi. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk ebben nincs beleszólásunk, vagy ráhatásunk. Ezt mi készen kapjuk, hogy ez lesz a program. Annyi, hogy nekünk saját a megyei könyvtárosoknak a saját szekciója tart ugyanúgy egy szekcióülést, és abba, hogy kiket hívtunk meg, az a saját elgondolásunk volt, és itt próbáltuk azt gondolni, hogy a levéltár, a múzeum igazgatója, a Városkutatóintézet tagja, a KSH könyvtárából, aki jön előadó, ő lesz az, akire azt gondoljuk, hogy nem is inkább, hogy a kisebb, nagyobb, legnagyobb könyvtárban adott általános problémákról beszéljen, hanem mi szó szerint akartuk ezt a hitelességet érteni, és az előadásunk így a hiteles hely, mint levéltár, hiteles hely, mint városkutatóintézet, vagy a levéltár, a családkutatás forrása, ami inkább megint csak olyan előadókat hívtunk, hogy nem a legszűkebb szakmai problémákról szólnak, hanem tényleg, aki bemegy a könyvtárba, tudjunk neki segíteni, ha nem mi oldjuk meg a könyvtárosként az ő problémáját, de akkor tudjuk, hogy ezzel a problémával a városi vagy a megyei levéltárban szakavatott emberek vannak, és ők tudnak neki segíteni. Így van, ez így érthető és világos. Egy kicsit beszéljünk a kísérő programokról, hiszen fontos, hogy milyen benyomásokkal érkezik és távozik a vendég. És ahogy néztem, itt remek kiállítások vannak, és különböző programok városszerte mindenhol, megismerhetik a várost ebben az értelemben. Ez mennyire fontos egyébként, hogy vendéglátóként, hogyha valaki elmegy egy idegen helyre, akkor elmélyedhessen a város történéseiben? Ezért van az, hogy most már ma van a nulladik nap. Ugye hivatalosan a szakmai programok, azok holnap kezdődnek délután a nyitó plenárissal, de éppen a több éves tapasztalat után erre a nulladik napra már szükség van, és pont ez a nulladik nap szolgálja azt, hogy aki több időt rászán erre a vándorgyűlésre, az adott helyet is meg tudja ismerni. Úgyhogy mi már itt délután várjuk a kollégákat, és az Alba Innovártól elkezdve a Püspöki Könyvtár, a Deák Képtár, a 7-7 Játék Múzeum mind szerepel a megismerhető programok listáján. Igen, hát ez egyben közösségépítés is mindenképpen. Jó, hát én azt tudom ígérni, hogy természetesen ott leszünk a plenáris üléseken is, és a nézőinknek is elmondjuk, hogy mi minden történik egy ilyen vándorgyűlésen, mert hogy ne feledjük, olvasni jó. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Még két mondatot, igen, ha mondhatok, ugye, hogy szeretnénk, hogyha látnának bennünket, hogy itt van egy vándorgyűlés, hogy nem bevonulunk a könyvtárba, vagy a Szent Istvánba szekciózni, hanem kitaláltunk egy flashmobot, ami az Országalmánál lesz. Igaz, hogy nem lesz túl hosszú, de hogy akkor kivigyük az utcára ezt a vándorgyűlést, egy közös éneklés, amit a könyvtárosok
először maguk énekelgetnek, de ha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor lesz egy kottaosztó kolléga, aki be lehet kapcsolódni. Könyvtárbusz lesz az Alba Pláza előtt. Ugye ez a kistelepülési könyvtári ellátásra szolgál, de bárki oda mehet és benézhet a könyvtárbuszba, hogyha valaki egy olyan településen él, hogy nincs a falujában könyvtár, akkor más megyékben ez jó példa, megnézheti, hogy egy könyvtárbuszban milyen szolgáltatások vannak, vagy ma este a Vox Mirabilis kórusa lesz a Cisztel templomban, és nyilván nem leszünk annyian, hogy megtöltsük a templomot, oda is be lehet jönni. Úgyhogy mi próbáljuk azt, hogy megismertessük azokat, akik ide jönnek ezzel a gyönyörű várossal, tényleg nagyon szép, enni, inni, szórakozni, sétálni, mindenkinek örömére lehet ez a város, és ugyanakkor egy picit megmutatni azt, hogy a könyvtárosok nem csak a négy fal között, szürke fal között élnek, könyvbe bújva töltik az idejüket, hanem egy kicsit megmutatjuk, hogy tudunk énekelni is, meg jó kedvünk is. Remek gondolat, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parlami d'amore, beszélj nekem a szerelemről. Én már a harmadik alkalommal invitálta meg az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és Dubocki Gergely vezető karmester a klasszikus zene rajongóit a Városháztérre. Fantasztikus három olasz tenor énekelt nekünk, felejthetetlen este volt. Koncertnyitánya Rossini Tolvajszarka operájának kezdete, egy nagyon híres és vidám zene. Lesz benne, amit viszont szeretnék kiemelni, hát kvázi házi zeneszerzőnknek tartjuk már Cristiano Alberginit, aki nagyon sok olasz darabot hangszerelt nekünk külön erre az estére, és őneki lesznek saját darabja is, amelyet a zenekarunk számára komponált. Ezek kvázi ősbemutató, két ilyen műről beszélünk. Egyébként hangvételét tekintve nagyon filmzene jellegű, tehát nagyon kifejező és izgalmas és élvezetes zenék. És aztán hát lesz olyan, mint például a Funiculi, vagy az Oso Le Mio, amelyek szintén nagy slágerek a olasz zenében. A koncerten az egyetemes zeneirodalom olasz opera remekeiből és a varázslatos dél-olasz hangulatot idéző autentikus nápolyi dalok világából hallhattak, hol pezsgő, hol andalítóan romantikus zenei kavalkádot a zeneszerelmesei. A felcsendülő Verdi, Puccini, Rossini és Donizetti áriák, illetve a Canzone Napolentana dallamok Denis Biancucci zongoraművész virtuóz, serzándó és fantázia játékában, valamint a koncert grandiózus nagyzenekari hangzást adó Alba Regia Szimfonikus Zenekar lenyűgöző előadásában fonódnak egységes produkcióvá. Évről évre fejlesztettük a produkciót, fejlesztettük a technikát és az infrastruktúráját a koncertnek, és évről évre igyekszünk mindig megújulni a zenei programmal is. Így ma este is természetesen a program részét képezik a klasszikus, nagy opera részletek az olasz zeneirodalomból, így Verdi, Rossini, Puccini híres zenekari vagy énekes számai elhangzanak, és természetesen, ahogy megszokhatta már előző években a közönség, válogatást állítottunk össze olyan könnyed dalokból is, amelyek az olasz zenére nek a égkövei, elsősorban Nápoly és vidékéről származó dalokat, amelyeket én azt gondolom többnyire ismerni fog a közönség. És a ma estének az a különlegessége előzőekhez képest, hogy a három tenor címmel három kiváló olasz tenorista fog a szívekhez szólni. Az Olaszországból érkezett művészek zenei vezetője szerint a csapat szinte hazajár, hiszen minden alkalommal részt vettek az előadásban. Nagyon boldog vagyok, hogy harmadik alkalommal lehetek itt, szinte már itthon érzem magam. A közönség visszajelzései alapján biztos vagyok benne, hogy tetszik a közönségnek is.
Annál többet nem is kívánhatok, mint hogy az olasz zenét ide elhozom, és ez tetszik a közönségnek. Az a nagyszerű a zenében, hogy önmagáért beszél, tehát nem kellenek hozzá szavak. A muzsikával el tudjuk hozni azt az atmoszférát, azt a hangulatot, amit ez a zene hivatott idehozni, az olasz zenét jelen esetben. A székesfehérvári közönség nagyon intelligens, érti és szereti a muzsikát. A mi zenénk, a mi repertoárunk olyan, hogy rögtön a szívhez szól, tehát ez az olasz melódia egyenesen a szívbe hatol, és ott kifejti a hatását az érzelmekben, a szeretetben. A szerepét maximálisan betöltik. Szintén a szerelemről szólt a péntek este a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban a Székesfehérvári Balettszínház szerelmes balettja osztatlan sikert aratott. Az előadás több oldalról is megközelítette a szerelem érzését az estet indító Blablabla című táncműben. Csomagolta a zárt függönyökben a szerelem sejtelmességét mutatta meg, a boleróban pedig kibontakozott. A társulat első alkalommal lépett fel Fehérváron a szabadtéri színpadon. Nagyon fontos az, hogy olyan alternatív helyszíneken is játszunk, mint itt Szárazréten, hiszen egy olyan műfajról beszélünk, a táncszínház műfajáról, ami nem nagyon ismert még Székesfehérvárod, bár hál' Istennek az előadásaink révén egyre többen ismerik meg a táncszínház műfaját, és ezen dolgozunk a jövőben is, illetve a jelenben is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a kőszínházból kilépve olyan alternatív, egyébként nagyszerű játszóhelyeken, mint a Szárazrét színpad, fel tudjunk lépni. Nyáron nagyon közkedveltek a nyári színházak, ugye a szabadba kivisszük a színházat, és egyébként is a tánc egy olyan műfaj, amit nagyon szerencsés és nagyon hálás nem kőszínházi viszonyok között előadni. Találkozhatnak-e még a táncosokkal majd itt a Székesfehérváriak? Nagyon-nagyon bízunk benne, ez egy úgynevezett pilot, egy pilot program. Először vagyunk itt, de nagyon remélem, hogy nem utoljára. Szeretnénk rendszeressé tenni a megjelenésünket. Vannak olyan darabok a repertoárban, amik elférnek ezen a színpadon, mert ugye a tánchoz nagy helyre van szükség, de vannak olyan darabjaink, amik nagyon jól játszhatóak Szárazréten. A társulat első alkalommal vendégeskedett a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központ színpadán. Itt a nyár folyamán még rengeteg program várja az érdeklődőket. A következő rendezvény július 6-án és 7-én lesz. Bormámor szerelem, szombat-vasárnap, nagyon népszerű program, elég jól fogynak a jegyek. Ahogy a vége van, rá 8-10 napra, talán még igen 8-10 napra, pedig a Hal 4-esbe című komédia a Vörösmarty Színház színészeinek fellépésével, de a Szabad Művedési Ház szervezésében. Ez egy új konstrukció. Készen vannak a színészek az előadásra, ahogy vége van a Bormámor szerelem produkciónak, kezdik rögtön a próbákat. Azt követően újabb hagyományteremtő rendezvény ehhez érünk július végén, az első királyi operett napok, 3 fő nap lesz az eseményen, először egy operett gála, utána a Sibyl főelőadásban zenekarral, tánckerrel, illetve a harmadik előadás pedig ismét jön a Republik együttes,
és augusztust a 100 tagú cigányzenekar fellépésével zárjuk. Tehát ez lesz a Fekete 104-i nyár rendezvény sorozata. Én úgy gondolom, hogy bő választék van, mindenki szájíze szerint válogathat kedvére a programok közül. Sokan azt mondják, hogy túlterített lett itt a nyári eseménysorozat. Megítélésem szerint meg azt az időt használjuk ki, amikor még nem kezdődnek el a királyi napok, de szabad a időszak van ahhoz, hogy több fellépést megszervezzünk. A júliusi programokat az első királyi operettnapok zárja, de az augusztus sem telik rendezvény nélkül. Koncertet ad a Republik, majd a 100 tagú cigányzenekar. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!